Sziasztok, üdvözöllek titeket egy új videóban. Akik ismernek, azok pontosan tudják, hogy én rengeteget vonatozom, és a vonatozásnál felmerült bennem az a kérdés, hogyha mondjuk elmegyek valahova és a biciklimet is magammal vinném, akkor miként tudnám azt magammal vinni, hogyan tudnám azt utaztatni a különféle vonatokon. Így most erre fogunk választ találni, és szépen, ahogy láthatjátok, az öreg Csepeltől egyébként, ahogy a mögöttünk látható mozdony kora, illetve a bicikli kora is megegyező, szépen haladunk és modernizálódunk a nagy kerékpár, illetve az elektromos roller irányába, és természetesen meg fogjuk nézni a modern flirt motorvonaton, hogy hogyan tudjuk ezeket a gépeket magunkkal vinni egy utazás során. Na, és akkor haladjunk kor szerint, és az öreg Csepel biciklit mutatom meg nektek, hogy hogyan tudjátok utaztatni a flirtön. Ami nagyon nagy előnye, hogy összecsukható, és ezzel bevihetitek azon részbe is a motorvonatba, ahol ti leültök és helyet foglaltok. Erre azonban külön szabályozás van, azaz egyrészt össze kell csuknotok, és olyan formában meg kell védenetek az utasok, illetve maga a vonatnak a épségét, hogy letakarjátok az olyan kiálló részeket, amik sérülést okozhatnak. Na és hát biciklit itt a többcélú térben tudtok szállítani, simán ide beemelitek, és itt tudtok alapesetben a legegyszerűbben biciklit szállítani, itt le tudtok ülni a biciklivel, ennek is azonban van külön szabályozása, ami nem is egy szabály igazából, hanem szerintem egyszerű illem, hogy a mozgáskorlátozottak, illetve esetlegesen a terhes nők nyilvánvalóan előnyben részesülnek, és nekik át kell adni ilyen esetben a helyet, de hogyha fennmaradó hely így is akad, akkor természetesen leülhettek így a biciklivel. Azonban, ahogy mondtam, nem csak így, hanem összecsukva is tudjátok szállítani olyan formában, hogy beültök a rendes utastérbe, ebben az esetben azonban össze kell csukni. Na és akkor a Váci személyvonatra szépen felvisszük a következő bringánkat is, ami már egy nagy bringa, ez 20-szor felett tekinthető nagy bringának, és azért egészen más ennek a vitele, hiszen egyrészt már nem viheted be magaddal oda a négyes ülésekhez, hanem oda a több célú térbe viheted magaddal, és van egy úgynevezett kerékpár viteli díja ennek, amit a te saját jegyed mellé kell, hogy megvásárolj, és mint mondtam, csak ott a több célú térben szállíthatod. Király ez a cucc, úgyhogy nézzük meg, hogy tudjuk vinni a flirtön. Mert hogy a szabályozása az igen egyszerű, méghozzá a Csepel bicikliéhez hasonló egyébként. Fel is lépünk ide szépen. Rátesszük ezt, hogy az egész roller védve legyen, illetve az utasok is, illetve a flirt is védve legyen, behúzzuk, szépen megfogjuk, és betesszük az ülés alá, hogy tudjuk utaztatni, szépen beülünk, és iszunk egy sört. Nézzük meg akkor, hogy Intercity Pluszon hogyan tudunk kerékpárokat szállítani, megint csak a jó öreg Csepelt, illetve a nagy kerékpárt veszük alapul, és akkor szerintem menjünk a Csepellel először. Úgyhogy nézzük meg. Ami nagyon fontos, hogy ilyen összecsukható Csepel biciklinél, ami ugye 20 coll alatt van, semmilyen nagyobb változás nem kell eszközölni, mint amit a flirtön való magunkkal vitelnél kell. Ami egy hatalmas nagy előny a flirthöz képest mondjuk, hogy ide letámasztjuk egy percre a biciklit, és hogyha szükségünk van arra, hogy felfújjuk a kerekét, akkor ez is megoldható egyébként, hiszen itt az ajtónál találhatunk erre megoldást könnyedén. És nem csak ilyen megoldásunk van, ami mondjuk a Csepelnél nem előny, hiszen erre itt nincsen szükség, de például tudjuk tölteni az elektromos kerékpárunkat, kicsit arrébb veszük, akkor itt láthatjátok a jelét is ennek, és itt van a konnektor, amiben be tudjátok dugni. De akkor nézzük meg, hogy a nagy kerékpárral, ami 20-szor feletti, azzal hogy kell utaznunk.
Ami változás, hogy a viteldíjon kívül, a kerékpár viteldíjon kívül helyjegyet is kell váltani a kerékpárnak, hiszen, mint láthatjátok, be vannak számozva a helyek, ahova szépen felakasztva, ugye? Itt a küllőre nagyon kell vigyázni, úgy beakasztjátok, és ide beteszitek a kerékpárt, esetleg ott leláncoljátok, és már tudjátok is szállítani. Van egy általános tévhit, miszerint nehéz a kerékpár szállítása vasúton. Szerettük volna ezzel a videóval bebizonyítani, hogy ez nem így van. De természetesen, hogyha további információra vágytok, akkor a MÁV weboldalán megtaláljátok ezeket. Én pedig most innen a nyugatiból elkerekezek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!